Verőfényes téli nap, szikrázó víztükör. Szilveszteri zimankóban várt a stábunk a Párkányi öbölnél a Jegesmedve klub tagjai. Délelőtt 9:30-kor a -2 fokos hidegben még csikorgott lábunk alatt a talaj, ahogy a Dunapartra értünk. A folyó felett párasávok, az öbölnél a bazilika és a híd sziluettje fogad, meg egy jókora csapat hattyú. Kisvártatva megjelenik Jolcsik Péter és Hajtman Marián is, a Párkányi Jegesmedve klub tagjai. Frissen, jókedvűen érkeznek, mintha csak strandolni jönnének, pedig a Duna vize 3,5 fokos. Szerintük viszont majdnem ideálisak a körülmények a megmártózásra. A mai idő az tökéletesnek mondható, hogy süt a nap, még ha kint nincs is olyan meleg, van 1-2 fok lehet mostan. A vízhőmérséklete 3,5 fokos volt, ahogy mértük, és hát csak azt tudom mondani, hogy minél többet járunk le, akkor máma tapasztaltam azt, hogy annál többet bírunk a vízbe is lenni. Tehát nem elég csak egyszer egy évbe lejönni, hanem kellene ezt gyakrabban vagy rendszeresen építeni, hogy ezt kibírjuk. Az edzett jegesmedvék ettől hidegebb időjáráshoz is hozzászoktak, és már krémeket sem kell használniuk ahhoz, hogy a jéghideg vízben lubickoljanak. A legidegesebb kombináció pici 0 fokos a víz, kint kellemes napos idő, de víz majdnem, hogy a széle fagyos legyen. És tiszta, gyönyörű tiszta idő, mondjuk az a ideális. A legrosszabb pedig a ködös idő, esős és a szeles idő. Mint azt a sportemberek elmondták, hosszú évek során fokozatosan szoktatták hozzá szervezetüket a téli úszáshoz, a rendszeres edzés és megfelelő fizikai felkészülés alapkövetelmény. Nagyon fontos a felkészülés, az igaz a felkészülést már, hát, ha vesszük, ugye ez gyerünk korunk óta csináljuk, ugye a hideg víz, mosdás vagy fürdés, aztán a testnek az edzése, általános edzése. És természetesen ugye főleg itt a folyó vízben, a Dunában ugye a mártózás majdnem minden hónapban, tehát applikáljuk ezt, és nem kizárva ugye otthon a hidegvíz zuhanyozás. Az edzésmód az talán, hogy minden hónapban, nyártól kezdve egész mostanáig minden hónapban egyszer vagy kétszer megfürdünk, legyen az ugye október, november, mindig amint közeledünk a télhez ugye, és akkor mindig edzünk a testünket ugye. Fontos előtte a testet jól felmelegíteni, hogy ha az ember hirtelen belemegy, nehogy aztán valami infarktus vagy ilyesmi kellemetlen dolgok történjenek. Úgyhogy nagyon fontos a test felmelegítése, és természetesen minden agyba dől el ugye. A Párkányi Jegesmedve klubnak jelenleg 5 tagja van, közülük most csak 2-en mártóztak meg a Dunában, ők viszont már főiskolás koruk óta rendszeresen úsznak a téli folyóban. A Ines iskola alatt volt egy helység, ilyen csónakház, a Nozdorovicki Sanyi építette, és ő vele volt, azóta tartsuk ezt a hagyományt. Abban időben jártunk többen, talán 15-en is jártunk. A két természetbarát szinte rutinosan, könnyedén abszolválta a téli úszást, mondhatni meg se kottyant nekik a fürdőzés. A szilveszteri megmártózás hagyománynak számít, és ezt sose hagyják ki. De annyit hozzáadnék, ha szilveszter, vagy utolsó nap 10 óra, akár esik, akár ég, mi itt vagyunk.
A jéghideg frissítő fürdőzés után egy korty forró teával kocintottak az új esztendőre, 2013 szilveszterén pedig ismét találkoznak a jegesmedvék a Párkányi öbölnél, hogy ússzanak egy jót a téli Dunában.